Sziasztok, Geri vagyok! Na, a mai egy szintén különleges videó lesz. Ezt tudtam előre, hogy jönni fog, de azt nem tudom, hogy mi lehet benne. Szintén egy rajongói levél érkezett Kovács Bettinától. Ő egy eléggé aktív Hungry Seven néző. Egyébként a csoportba szokott kitenni egy nagyon jó Black Rose-os, meg akizás képeket, meg 5DS-es, ő nagyon szereti ezeket. Nem tudom, hogy mire számíthatunk ebből a levélből, hát együtt fogjuk kibontani, lehet, hogy brutális lesz, úgyhogy fel kell készülni. Lehet, hogy ez lesz a egyik legepikebb levélbontás az egész csatornán. Úgyhogy nézzük is, hogy mi. Szóval akkor kamera beállítva, akkor nézzük ezt a brutális rajongói levél bontást. Hoppá, elfelejtettem, hogy lehet benne majd egy levélrész is. Igen, úgyhogy ezt most valószínűleg inkább elolvasom először, mielőtt belekezdek az egészbe. Szia Geri! Olyan másfél hónapja találtam rá a YouTube-os csatornádra, és nagyon örülök, hogy megtaláltam. A 3 évados sorozatod nagyon megtetszett, bár az eleje még bonyolult volt a sztori miatt, mégis megfogott, és mivel nekem is a szinkró sárkányok a kedvenceim, így ez még egy plusz pont volt, és elkezdett érdekelni a sorozat. A főszál nagyon tetszik, hiszen a sztori a 3 fő hiperlegendás szinkrószörny köré épül. Ahogyan múltak a részek, egyre jobban fejlődtetek, mind színészi, mind effektes és mind történet szempontjából is. A zenék nagyon hangulatosak voltak, nagyon jól eltaláltad azokat a részletekhez. Nekem Geri pozitív volt a kedvenc szereplőm, hiszen intelligens, megfontolt, na és persze, mert ő tudott hiperlegendás szörnyeket idézni, akár mind a 3-at egymás után. Na és persze, ő hozott létre 2 hiperlegendás szörnyet, az szuper volt. Igen. Korit is kiemelném, az ő karaktere is szuper volt, és nagyon oda tette magát a harcolós jeleneteknél is. Az ő pakliából Cyber Dragon Nova tetszett a legjobban. Szuperek voltak az új szereplők is, felpesdítették a sorozatot. Örültem, hogy a végén voltak harcjelenetek is, nagyon feldobták a sorozatot, és így kitűnik a Yu-Gi-Oh! Real Life-ok közül. A 2 opening nagyon hangulatos lett, a zene és a jelenetek passzoltak egymáshoz, és a fás szereplőváltásos jelenet még mindig a kedvencem. Miattatok megszerettem én is az X10-es lapokat, úgyhogy lehet rakok be néhányat a paklimba. De akkor is a szinkró marad a kedvencem. A többi videóitok is nagyon bejön, főleg a viccesek, nem pingvin például. És mivel tudom, hogy Number X10-es lapokat szeretnél szerezni, ezért én szereztem néhányat neked. Remélem örülsz majd nekik. Mivel ti izgalmas és érdekes videókat készítetek nekünk, rajongóknak, így szeretném megköszönni és támogatni titeket. Úgyhogy csak így tovább, srácok, nagyon szuperek vagytok. I love forever Yu-Gi-Oh! Hungry Seven. Utóirat, bocsi, hogy ilyen csúnyán írok, csak ma volt az 5. napom egymás után, a melóhelyen és holnap lesz a 6. nap. Na jó, ez csak kifogás, mert alapból csúnyán írok. Na, hát köszönjük szépen egyébként, azt teljesen megértem a 5. meg 6. munkanap, mert én is megtapasztaltam. Szóval felsőbbrendű number lényekre számíthatunk ebből a levélből. Volt hozzá mellékelve egy kis protektor is, amiben még abszolút nem néztem bele, de van benne pár lap. Húha. Hát izgatottan várom, hogy mi lesz benne, úgyhogy fordítsuk meg a kamerát, és szerintem nézzük is meg. Izgulok nagyon. Nézzük. Fogalmam sincs, hogy mi... Jézusom, mennyi kártya, te jó ég! Nagyon félek. Nagyon félek, hogy mit küldtél, te jó ég. Nézzük az elsőt. Oszta! Amerikai Secret Rare Number 57 Three-Head Dust Dragon! Imádom! Asztalat, régen bontottam egyébként egy sajátot, de eladtam. És nagyon megbántam, hogy eladtam. Új, de gyönyörűséges.
És amerikai Secret, én látjátok, ez azért más, mint a többi Secret, egy kicsit ilyen sokkal szebb. Ú, és nincs meg a numberek között. Köszönöm szépen. Nézzük a következő. Hungry Seven a szíven, number 77, The Seven Sins. Nem mondod komolyan, hogy te elküldted az összes maradék numbert, ami létezett? Akkor én sikítok! Number 77, Seven Sins, egy főhiperlegendás lényekből összetevődő X-Seas, felsőbbrendű, két level 12-es lény kell hozzá. 4000-es támadópont, azt a mindenit, Jézus, ahol mindjárt sírva fakadok. Ez brutális. Number 55, go Goliath, te komolyan elküldted az összes hiányzó numbert. Hát ez hihetetlen, ez sem volt meg, mert ezt is eladtam, régen volt meg csak. 55-ös, köszönöm szépen. Igen, number 40, Gimmick Puppet of Strings. Ezt soha nem tudtam megszerezni. Nem is láttam még Magyarországon. Azt a mindeni gyönyörűséges ultra rare. Shonen Jumpos limitált kiadású. Azt a mindenségét. Köszönöm szépen tényleg. Number 88, Gimmick Puppet of Leo. És angol eredeti limitált minden. Super rare. Ez mondjuk tines, de azt a mindenit. Ez sem volt meg, soha nem is tartottam a kezemben. Gyönyörűséges. Mikre lehet itt még számítani? Number 80, Rhapsody of Berserk, rare. Egy Primal Originos number lény. Ez soha nem sikerült kinyitni. Ezt sem tartottam még a kezemben. Azt a mindenit. Ez is gyönyörűséges. Ezt is köszönöm szépen. Number 16, Shockmaster, a bannolt number lény. Ez gyönyörű, nagyon értékes, és nagyon drága volt egyébként hosszú időkig, és soha nem sikerült belőle szerezni. De egyszerűen imádom, és ez is tines, limitált kiadású, te jó ég, gyönyörűséges. Number 23, Lancelot, Dark Knight of the Underworld. Ezt majdnem be is rendeltem egyébként, de olyan drága volt, hogy nem sikerült sajnos. Azt a mindenségét, köszönöm szépen, ez is gyönyörűséges. Oly, de jó helyük lesz, de jó ég. Number 15, Gimmick Puppet Giant Grinder, Secret Rare, amerikai Secret Rare, de jó ég, Number Huntersből. Hát én nem is tudom, hogy most mit mondjak, egyszerűen szóhoz se jutok, ez brutális. Most összes hiányzó numberöm itt van. Komolyan mondom, Number 105, ne! Ezt is! Battling Boxers Darcestus! Ezt is elküldt, hát ezt nem hiszem el. 105-ös. Ez is a 100 fölött már olyan rég szereztem numberöket. Azt a mindenit. És újra ideértünk, hogy gyönyörű Three-Head Dust Dragonra. 10 darab number lane, amik egyik sem volt meg, teljes mértékben betelítődik az egész mappa, amiben a numberöket tartom. Köszönöm szépen tényleg, úristen, szóhoz se jutok, ilyen gyönyörű lapokat küldtél nekem komolyan. Úristen, imádlak titeket, egyszerűen nem hiszem, komolyan mondom, nem hittem volna, hogy valaha is ilyenhez jutok a csatornázás, meg hogy tényleg ennyire szeretitek, amit csinálok. Hihetetlen komolyan. Köszönöm szépen, tényleg nem tudom hogyan meghálálni, esküszöm. Nem jutok szóhoz, komolyan mondom. Gyönyörűséges. Köszönöm szépen. Szóval hát ez lett volna a nyitás. Úristen, komolyanom bekönnyeztem már, komolyan meghatódtam ettől. Egyszerűen hihetetlen, tényleg nem hittem volna, hogy ilyet küldesz nekem. Tényleg, hogy ennyire figyelmes vagy, ennyire tudod, hogy melyik number, kifigyelted, hogy melyiket keresem, melyik hiányzik. Mert ugye itt van, most vettem pont egyébként külön mappát csak a numberöknek, még itt van, ki is van jelölve, hogy mik hiányoznak, meg minden. Nagyon durva, itt tartom őket, és már a végén alig van egyébként hely, de így teljes mértékben betelítődik, komolyan ezekkel a lapokkal. Úristen, komolyan, hát nem tudom, hogy köszönje meg, hogy hogyan hálálja meg, hogy ennyire kedves, még nem hiszem el, hihetetlen.
Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Tudom, hogy ez nem lehetett annyira átadni, mint amilyen élmény ez volt átélni, de gondoljatok bele, amikor kerestek lapokat, és már nincs remény, hogy tényleg csak külföldről tudod beszerezni, és nagy nehezen ugye külföldi oldalakról, és utána valaki fogja magát, szereti, amit csinálsz, leírja gyönyörűséges levélformájában, és elküldi azokat, az összeset, ami hiányzott. Köszönöm szépen, valahogy mindenképpen meg fogom állani. Nagyon, nagyon rendes vagy tényleg, köszönjük szépen. Nem fogjátok megbánni, soha nem hagyjuk abba a videózást, és mindig egyre jobb tartalommal fogunk jönni. Köszönjük szépen!